Az ajtót teljesen eltolaszolja az odarakott hűtőgép és bicikli az egyik szekszedi lakóházban. Ez tűzvédelmi szempontból nem megfelelő, hiszen ezek az eszközök akadályozzák a menekülést, és a tűzoltók vonulását is egy esetleges tűz esetén. Nem minden esetben tilos azonban tárolni kerékpárt, virágtartót, motort a folyosón. Ez függ az adott terület nagyságától és attól, hogy az menekülési útvonalnak, vagy csupán közlekedési területnek számít egy társasházi kiürítés szempontjából. Többek között ilyen kérdéseket lehet tisztázni a katasztrófa védelem kirendeltségein november 5-e és 7-e között. Zárult, igen, abban vannak éghető anyagok. Az egyik szekszárdi lakóház közös képviselője kifejezetten a nyílt napra érkezett, ahol több fontos kérdést tisztáztak a szakemberek. Így például azt, hogy az arra alkalmas helységekben lehet tárolni bútorokat, kisebb mennyiségben újságpapírt is. Fűtőolaj vagy gázolajnak a tárolása, hogy maximum 20 literes tartályban egy 11,5 kilós gázpalackot lehet ott tárolni. Ezek az OTS-ben benne vannak egyébként, de ezt is a társaság szabályzatában szükséges rögzíteni, hogy abban a tárolóban, abban a háztartási mennyiségnek megfelelő éghető anyag tárolható. Tolna megyében három városban összesen 27 középmagas lakóépület áll, a legtöbb mintegy 22 szekszárdon van. A hatóság ezeket három évente ellenőrzi tűzvédelmi szempontból. Úgy tapasztalják, hogy a lakók általában betartják a szabályokat, ugyanakkor az épületek megközelítésével, tűzoltási felvonulási terület kialakításával sok helyen volt gond, mondja Kiefelberg Gábor, szekszárdi kirendeltségvezető. Hogy oda parkolnak az emberek, ahova nem lehet, tehát a magas és középmagas épületeknél vannak kijelölve tűzoltási felvonási területek, ahova nekünk a tűzoltóautóval és magasból mentővel kérne odaállni, hogy onnan a mentést, a tűzoltást gyorsan és szakszerűen el tudjuk végezni, de nyilván, hogyha ott áll egy parkolóautó, akkor mi ezt nem tudjuk megtenni. A hatóság 45 lépcsőházat ellenőrzött és 42 szabálytalanságot tárt fel 2016-ban. Egy esetben 60 000 forintos tűzvédelmi bírságot is kiszabtak egy paksi lakóval szemben.